Szevasztok srácok, ez itt újra az Építs Fel, és hát azért jelentkeznék most be extrában nektek, egy ilyen heti LEGO hírek extra adásnak is be lehet ezt tudni, mivel megérkeztek az áremelések, amit már jósoltam nektek, ugye hát jó ilyen héttel ezelőtt már szóltak a pletykák arról, hogy az észak-amerikai régió után az európai régióban is meg fogják emelni az árakat, és ez szeptember 1-ével be is következett, nézzük is meg, hogy hát mennyivel jártunk rosszabbul. Mivel júnián héttel ezelőtt én már készültem erre az adásra, ezért még annak idején még a megemelt ár előtt elmentettem júnián készletnek az árát, úgyhogy pontos összehasonlításaink vannak arról, hogy végül is mennyit emelkedtek azoknak a bizonyos készleteknek az árai. Ahogy itt látjátok is a képen, egymás mellett láthatjátok a régi, a kép bal oldalán található a régi ár, míg a jobb oldalán a friss árral találkoztok, ebben az esetben például a Star Wars-os témakörnél vagyunk. Mindegyik esetben csökkenő sorrendbe tettem be a készleteket, hiszen ez az áremelkedés kifejezetten a nagy készleteket érinti, a 18 pluszos termékcsaládnak szinte a legtöbb százalékát megemelte a LEGO, sőt itt a képen is láthatjátok, például a Millennium Falconnak eddig volt 290 ezer forint az ára, most már 320 ezer forintot kell érte fizetni, és azért azt is vegyétek számításba, hogy ez a 289 ezer forintos ár is már egy megemelt ár volt, hiszen annak idején, amikor megjelent ez a készlet, azt hiszem 3 évvel ezelőtt, vagy 4 évvel ezelőtt, akkor 259 volt, vagy 249 volt, valahogy így volt annak idején az ára, javítsatok ki, hogyha tévedek, nem emlékszek rá pontosan, szóval már ahhoz képest is mennyivel drágább ez a készlet, de hogy látjátok egymás mellett, például itt az AT-AT is pontosan ugyanannyival megemelkedett, az is 290 ezer forint volt, és ugyanúgy átment 320 ezer forintra. Aztán érdekes módon az Imperial Star Destroyer nem változott, az ugyanúgy maradt 260 ezer forint, de például a Mos Eisley kantinánál is nagyon észrevehető, hogy a 128 ezerből egyből 153 ezer forintos ár lett, csak ugyanúgy, mint a köztársasági hadihajónál, itt is látható, hogy 128 ezer forintból átváltott 153 ezer forintra, és ugyanúgy, ahogy haladunk szépen tovább az egyre olcsóbb készletek felé. Például itt van Luke Skywalkernek is a Landspeedere, ami ugye 75 ezer forintjával egy viszonylag jó dealnek minősült egy ilyen UCS kategóriában, most már majdnem 100 ezer forintba kerül Luke-nak is a Landspeedere. Hát azért az nem kevés, és itt van az R2D2 is, az is azért megemelkedett 73-ból 89 ezer forintra, és hogy így szépen haladunk lentebb a ranglistrában, azért láthatjátok, hogy a kisebb készleteknek azért annyira nem változott az ára. Itt is azért néhány ezer forintos emelkedésről lehet szó, például az új készletek, itt például láthatjátok a Justifier-t is, annak nem emelkedett az ára, szóval az összes olyan készlet, ami mostanság jelent meg az elmúlt hónapokban, azoknak nagyjából elmondható, hogy az ára nem változott, az már eleve a megemelt ára érkezett, úgyhogy azért is érezhetőek voltak azok az áremelkedések. Például ugye ott van majd az októberben megjelenő Bowser készlet is, mindenki fölhördült, köztük én is, hogy mennyibe kerül az a készlet. Az már azért kerül annyiba, mivel már az eleve megemelt árával érkezett akkor a piacra, de például menjünk át egyből ide a Technic termékcsaládba, várjátok, megkeresem, hogy hol is van pontosan. Itt van, Technic termékcsaládnál ugyanúgy láthatjátok, például itt van ez a Bulldozer, 165 ezer forintos eredeti ára volt, most megnézhetitek, 190 ezer forintba kerül, de a nagy gyűjthető 1.8-as arányú autóknál is elég durván odahúzott a LEGO, hiszen eddig a 150 ezer forintos ár sem volt olcsó, most már 170 ezer forintot kell fizetni mind a két autó esetében, a Ferrari és a Lamborghini esetében is, de ahogy így haladunk szépen lefele, például láthatjátok, hogy itt is vannak olyan készletek, ami nem változott, ez a 4x4-es Mercedes-Benz Z-Cross, ami eleve túlárazott, azt nem emelték meg még jobban, azért annak egy kicsit lehet örülni, aztán az a 6x6-os Volvo sem változott, és ahogy így szépen haladunk tovább, láthatjátok, hogy például a karácsony környékén bemutatott BMW motor a 75 ezerről 91 ezer forintra, szóval ugyanúgy, mint a Landspeeder, a viszonylag jó 70 ezer forintos áráról egyből már majdnem 100 ezer forintra kerül az a készlet, de ahogy az előbb is mondtam már nektek, például itt van az az Airbus mentőhelikopter, az nem olyan régen jelent meg, és az ára nem is változott. Gondolom ez annak köszönhető, hogy hiszen az is már az eleve a megemelt árával érkezett, de a McLaren-es Forma 1-es autó is 77 ezer forint lett a 66 ezer forintból, és ahogy így szépen haladunk lefele a ranglétrán, egyre jobban az is látható, hogy a kisebb készleteknek az árai nem változtak annyira drasztikusan, mondom itt kifejezetten a nagyon drága készletekre van ez kihangsúlyozva, és hát végül az utolsó témakör, amit meg akarok nektek mutatni, ez a LEGO Icons-os témakör, hiszen itt is eléggé szemet szúró különbségek vannak. Egyből a Colosseumnál láthatjátok is, hogy a 180 ezer forintos eredeti árából egyből 210 ezer forintos ár lett, szóval 30 ezer forintnyi különbség,
És ismét egy példa arra, hogy a nemrég megrendt oroszlánlovagok kastélya például nem változott, a hullámvasúthurokkal sem változott, ugyanúgy az Atari is maradt abban az árban, a Chevrolet Camaro is maradt ugyanabban az árban, aztán a Galaxis felfedező retro űrhajó is ugyanúgy maradt az árban, de például a Real Madridos stadion készlet a 130 000 forintos árával, ami eleve tényleg nem egy olcsó készletnek minősül, 153 000 forintra emelkedett fel. Durva, elég durva. Aztán például az Old Traffordot nem emelték meg, ez gondolom annak köszönhető, hiszen láthatjátok is a régi mentésembe, itt akkor még volt egy ilyen 40%-os akció is rá, gondolom ezekből rengeteg bemaradt, úgyhogy ezt már nem akarták még egyszer megemelni, hiszen így sem bírják eladni azokat a készleteket, de például egy ilyen egyszerű moduláris épület, ami semmi licenszel nem rendelkezik, az is ugyanúgy megemelkedett a 75 000 forintról egyből 88 000 forintra. Érezhető a változás, szellemírtók autó is drágult, aztán a NASA Discovery újsikrója is drágult, és meglepő módon az Optimus fővezérkészlet, az erőbb néztem is, annyira nem drasztikusan emelkedett, hiszen 65 000 forintról 70 000 forintra emelkedett meg, viszont a visszajövőbe autón azért több mint 10 000 forint észrevehető, hiszen az 65 000 volt, most pedig 77 000 forintba kerül. Úgyhogy srácok, ahogy megjósoltam nektek, ahogy mindenki megjósolta, szeptemberrel megérkeztek az új LEGO árak, úgyhogy hát jó néhány héttel ezelőtt direkt készítettem egy adást arról, hogy akkor augusztusban még érdemes volt LEGO-t vásárolni, még akár karácsonyra is. Sajnos ebben az időpontban ez már nem mondható el, mostanában tényleg most már csak akkor érdemes LEGO-t vásárolni, hogyha kifejezetten jó ajándék járul hozzá, de hogyha nincsen semmilyen ajándék, akkor én abszolút nem javaslom nektek, hogy ezekkel a megemelt árakkal mostanában ruházatok be, várjatok akciókra, és várjatok arra, hogy megfelelően ajándékot adjanak hozzájuk, mert így csak önmagában megvenni a készletet. Hát sajnos elég durván elszálltak ezek a LEGO árak. Ennyi lett volna ez a kis különadás, ha tetszett, akkor lájkoljátok, hogyha még nem lennétek feliratkozva, tudjátok mi a dolgotok, mi pedig találkozunk a következő adásban. Szevasztok!